A bajnoki nyitófordulóban Baján elszenvedett váratlan vereség után a HEB Kupa első körében a Debrecen U23-as csapatát fogadták a kékcápák. A mérkőzés egyértelmű esélyese volt a hazai csapat, és nem is született meglepetés. Siska János vezetőedző valamennyi játékosának lehetőséget adott, és bár voltak szorosabb periódusai a meccsnek, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks magabiztosan lépett a következő fordulóba. Ez nem kérdés, hogy mindenképpen győzni kellett. Egy picit természetesen segített abban, hogy a csapat játékosai kijöjjenek abból, hogy az önbizalmuk egy picit megtépázódott, de akkor is haladnunk kell, azért tudjuk, hogy a Debrecen U23-nak milyen játékereje van. Próbáltak ők, meg küzdöttek, de úgy gondolom, hogy azért ez egyértelmű, hogy nekünk jobbnak kellett lennünk. Az igazi értékmérő majd a Vasas elleni találkozó lesz szombaton. A Vasassal a felkészülési időszakban két meccset is játszottak a cápák, akik tudják, hogy nem számíthatnak könnyű meccsre Budapesten. Nagyon agresszívek, és ráadásul a védekezésük is egy picit rendhagyó, hiszen minden pick and roll-t el fognak váltani, és próbálják a gyűrű alá, a trapézon belülre összpontosítani a védekezésüket. Éppen ezért nekünk meg kell találni azt, hogy a külső és a belső pontjainkat, vagy külső és belső támadásunkat próbáljuk meg megfelelő egyensúlyban játszani, és természetesen ehhez az kell, hogy betaláljunk kintről is, mert ha nem, akkor mindenki tud a palánk alatt védekezni, és akkor nagyon nehéz dolgunk lesz. De hát ez nem kérdés, nekünk nyernünk kell a Vasasnál is. A Vasas Akadémia Hübner Nyíregyháza Blue Sharks mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik Budapesten, a Pasaréti Sportcsarnokban. A második forduló további párosítása a következő: MEAFS Miskolc Budafok, Budapesti Honvéd MAFC, TF Budapest Baja, Veszprém Salgótarján, Nagykőrös MTK Elite Basket és BKG Primo Esze PVSK.